Tovább mélyült a Marc Márquez és Valentino Rossi közötti barátság. Gondolom, akik látták az időmérő edzést, azoknak nem kell elmesélnem, hogy mi történt Marc Márquez és Valentino Rossi között. Aki nem látta, az mindenképp nézze vissza, szerintem nagyjából most már ingyenesen elérhető videó formájában is meg tudjátok nézni. Sőt, ha találok linket, akkor itt az nso.hu-s cikkemben is megosztjuk veletek. Szóval mi sem kellett több annál, mint hogy megint valami parázsvita alakuljon ki Márquez és Rossi között, aztán nyilván az újságírók ezt még próbálták meglovagolni. Azt, hogy miket nyilatkoztak az érintettek, azt elolvashatjátok a cikkemben. Én egy picit próbálnék hát mögé nézni a dolgoknak, és nem is tudom, részben költői kérdéseket feltenni nektek, amik nekem eszembe jutottak a történtek kapcsán. Először is, hogy sorrendben haladjunk az időrendben, ugye Marc Márqueznek volt először délután a sajtótájékoztatója. A nagyon higgadtan gyakorlatilag és profi nyilatkozott, és bennem az merült fel kérdésként, hogy vajon most már ő érett be ennyire, így 26 évesen gyakorlatilag, most már 27 fele tartva, hogy ennyire profin és ügyesen tudja kezelni a helyzetet és nyilatkozni, vagy azért még mondjuk mindig szükség van az ő sajtósára, esetleg a menedzserére, akikkel ilyenkor átbeszélik a történteket és azt, hogy hogyan is kéne aztán megnyilvánulni. A helyzethez képest viszonylag nyugodtan nyilatkozott egyébként Márquez, bár nyilván az újságírók azért próbáltak belőle valami olyan mondatot kiszedni, amiből aztán lehet szalagcímeket gyártani. Az egyedüli, ahol talán egy picit megbillent a nagyobb profi nyilatkozat, az volt, amikor a holland Eurosport kommentátora kérdezte Márquez, hogy na jó, de te is egy versenyző vagy. Te szerinted mi járhatott Rossi fejében akkor, amikor visszaelőzött téged? És hát Márquez ugye erre azt mondta, hogy nem tudom, nem is igazán akarok ezen gondolkodni, mert hogyha gondolkoznék rajta, akkor biztosan csak rossz dolgok jutnának eszembe. Tehát azért volt egy-egy odaszurkálás, és hát Márquez frusztrációja azért érthető, mert hogy a bajnokságnak ebben a szakaszában egy sérülés az ő számára az nyilván nagyon komoly következményekkel járhat, és beszélgettem nyilván főként spanyol újságíró kollégákkal, akik talán egy kicsit jobban ismerik Márquezt, és hát nyilván a közös anyanyelv miatt azért jobban tudják olvasni az ő nyilatkozatait és reakcióit. Szóval, hogy Márquez igazából azzal a helyzettel halálboldogan és nagyon jól együtt tud élni, hogy milyen feszültség van közte és Valentino Rossi között, illetve nyilván ők már soha nem lesznek puszipajtások ebben az életben. De hogy Márquez ezzel nyilván teljesen oké, mert hogy ami őt igazán érdekli, az, hogy a pályán mi történik. És addig, amíg a 8. világbajnoki címért harcol, ugye a 6. a MotoGP-ben, és az elmúlt években, nem tudom, 95%-ban mondjuk ő nyert mindent, addig nem nagyon megy most már ő bele, ilyen éretten és időskorban úgymond, nem nagyon megy már bele ilyen parázsvitákba. Tehát hogy alapvetően, ha ez úgy valamikor csak úgy történik, meg akár a szezon elején, akkor lehet, hogy nyugodtabban fogadta volna. Viszont hát ugye egy kőkeményen most már arról beszélünk, hogy mikor lesz ő ismét világbajnok, és mikor húzza be az idei címet. Míg hát Rossi nagyon nincs harcban ugye a világbajnoki címért, egyébként Márquez erre is azért többször utalt, és azért oda-oda szurkált Rossinak, hogy hát ugye vannak pilóták, akik nem tudnak a világbajnoki címért harcolni, ő viszont azért harcol, és ő csak és kizárólag ezzel szeretne foglalkozni. Szóval, hogy ami Márquezt igazából felbosszantotta, az a sérülés veszély, és az, hogy ebben a helyzetben igenis benne volt az, hogy akár bugással is végződhetett volna, de szerencsére nem így történt. És aztán rögtön, hát Márquez után igazából mentünk is át Valentino Rossihoz, bár a kettő közé ékelődött meg Jorge Lorenzo sajtótájékoztatója, de szerintem ezen most nem sokan maradtak ott. Ami még nagyon érdekes volt egyébként, hogy Márqueznél nagyjából egyébként normál
ütemben és a normál kerékvágás szerint zajlottak a sajtótájékoztatók, nem voltunk hajtva, hogy nagyon kevés idő van. Picit korábban is érkezett egyébként Márquez, sőt nem csak Márquez, egyébként Crutchlow is, úgyhogy valami lehetett a levegőben, mert általában várni szoktunk a pilótákra, most viszont a többség korábban érkezett. Na Rossinál ez azért picit másképp volt, ott nem is engedték a televíziósokat se, hogy egyesével tegyék fel a kérdéseiket, ahogy ezt egyébként szokták, hanem az összes tévést egyszerre hívták oda, és aztán volt egy angol és volt egy olasz szekció. Teszem hozzá, szerintem máskor is így kéne csinálni, mert hogy van, hogy 20-25 percen keresztül nyilatkoznak csak a televízióknak, mi pedig addig ugye várunk. Viszont utána a rendes, tehát az írott sajtós újságíróknak szóló részt is nagyon-nagyon kurtán, furcsán vezették le, és nagyon rövid volt, tehát a kettő együtt volt, hiszen nagyjából 5,5 perc. És hát Rossinál megint csak azt lehetett érezni a nyilatkozataiban, amit nagyon sokszor, szóval azért a cinizmus, az erősen ott volt, és én úgy éreztem, hogy ő sokkal jobban harcol egyébként az egójával, mint Marc Márquez. És szerintem az egész szituáció, a második fele mindenképp egyébként Rossi egójából ered, mert hogy még egyszer mondom, nem akarom elismételni azt, amit a két pilóta nyilatkozott, ezt a cikkben is el tudjátok olvasni. Tehát Márquez egyedül ment ki, nem várt senkire, ő a saját körét akarta futni, már csak azért is, mert megvolt a tempója. Ezen a bizonyos utolsó gyors körön egyébként Márquez 0,2-del vezette gyakorlatilag abban a szektorban, ugye, az első szektor után a leggyorsabb kör, tehát abszolút pole pozícióra esélyes körön volt. Persze arról beszélgethetünk, hogy az előző körben igen lassan motorozó Valentino Rossihoz képest lehet, hogy hagyhatott volna a nagyobb távolságot kettejük között, és akkor nem érte volna őt ilyen gyorsan utol. Nagyon nagy volt a tempó különbség kettejük között, és egyébként valószínűleg Márquez ezzel nem kalkulált. Viszont ő a saját körével volt elfoglalva, és azzal, hogy ő pole pozíciót szeretett volna, de legalábbis az első sorból indulni, és látszik is, hogy nagyon nagy tempó különbséggel motorozott el Rossi mellett. Ugye Rossi ezt úgy fordította le, hogy Márqueznek semmi más célja nem volt, mint hogy az ő gyors körét elrontsa, és hát ez egyértelmű volt, mert utána egyébként a pályát is elhagyta. És akkor szerintem itt kezdődnek igazából a gondok. Nyilván nem akarom egyik versenyző pártját sem fogni, de csak a tényeket próbálom összefoglalni, tehát Márquez gyors körön volt. Márquez pole pozícióra esélyes körön volt. Nem azzal volt elfoglalva, hogy Valentino Rossit zavarja és az ő körét akadályozza, aki egyébként akkor 0,7-del volt lassabb a leggyorsabb körhöz képest. Valóban utána a következő kanyarban elhagyta a pályát, és túl gyors volt a tempó, de megint csak a szándékosság, amit Rossi próbált kiemelni, vagy amit Rossi próbált belelátni inkább a történetbe szerintem. Tehát nem arról volt, hogy kilométerekkel hagyta el a pályát, és hogy olyan tempóval próbált bemenni a Courvone utáni következő fordulóba, ami itt lehetetlenség lett volna. Nem tudom, nagyjából egy ilyen, ugye nehéz azért, bármelyik kamerából nézzük, mindig picit mások lesznek az arányok, de én mondjuk egy 5-10 centivel futott túl a rázókövön, és ugye ment rá erre a bizonyos zöld felfestésre, amit egyébként Márquez a motoron ülve ugye nem érzékelt, tehát ő még továbbra is teljes tempót motorozott, és akkor így érkezünk el ugye a 14-es kanyarhoz, ahol tehát az a szög, ahogy Rossi belement a kanyarba, hát nem tudom, abból a szögből és abból a motor állításból gyakorlatilag, hogy fektetve nem volt ez a motor, legyünk összének nem lehet a kanyart bevenni, úgyhogy nyilván a Rossi drukkerek másképp látják, a Márquez drukkerek megint másképp látják a történteket. Azt gondolom, hogy azért a zégiek itt, nem tudom, vicceskednek velünk, és hát persze melyik két pilóta kerüljön ilyen helyzetbe, hanem a két nagy jelenlegi ős ellenség, mondjuk így Márquez és Rossi. Az biztos, hogy ezt mind a kettőjüknek, és most azt kell mondjam, hogy főként Rossinak azért mérlegelnie kéne, hogy azért itt nem sakról beszélgetünk, és ugye ők nem bábukat rakosgatnak, úgyhogy azért a sérülés veszélye az mindig ott van. Hát nagyjából ennyit
a kettőjük között történtekről, és hát azért a lényegről is beszéljünk, arról, hogy azért lesz még egy futam is, és hogy mi várható ezen a futamon. Nagyjából 7 pilóta van, akinek hasonló a tempója, ahogy ezt Andrea Dovizioso is elmondta. A 7 közül egyébként ő a leglassabb, fogalmazunk így, viszont használt gumikon egyébként úgy érzi, hogy azért jó az ő tempója is, de hát a kérdés az, hogy milyen lesz a verseny első harmada, első fele, vagy mire oda kerülünk, hogy azok a gumik már elhasználódnak, akkor ő még lesz olyan távolságban a többiekhez képest, hogy győzelemre, vagy hát inkább azt gondolom, hogy csak a dobogóra esélyes legyen. A legesélyesebbek egyébként az első három helyezés, ezért nyilván aztán egy futamon ugye bármi történhet, de azért a többség mégis úgy gondolja, hogy Vinyál lesznek, Márqueznek és Quartararónak van a legjobb tempója, úgyhogy talán közöttük dőlhet majd el az első hely sorsa is. Ami még talán fontos lehet, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a futam, hogy azért Marc Márquez azt is elmondta, hogy én már nem az a Marc vagyok, aki 2015-ben voltam, tehát sokkal inkább a bajnokságot fogja szem előtt tartani a futam során, mint pedig azt, hogy minden áron itt nyerjen. Úgyhogy én nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz a futamon, és hogy hogyan alakul majd a San Marino-i nagydíj, már csak azért is, mert hogy azért van rá esély, hogy Marc Márquez zsinórban akár harmadjára se nyerjen futamot.